nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Idén is lesz karácsonyi csomag, október 14-ig regisztrálhatnak a 62 év feletti szexárdiak. A forradalom hősei előtt tisztelektek, Tolna megyeszelte megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc áldozatairól. Nemzeti vágta, több Tolna megyei sikert is hozott a 2022-es esztendő. Az élelmiszerárak drasztikus és folyamatos emelkedése miatt előrehozták a regisztrációt a karácsonyi ajándékcsomagokra. A szexárdi 62 éven felülieknek 6. éve kedveskedik a megyeszékhely önkormányzata az ajándékkal. Idén a 2000 helyett 4000 forintra emelték a csomagárakat, melyekre október 14-ig jelentkezhetnek a szépkorúak. Most kell regisztrálnia azoknak a 62 éven felüli szexárdi lakosoknak, akik szeretnének részt venni az idén 6. alkalommal megszervezett karácsonyi ajándékcsomagosztáson. Gyurkovics János, a tolnai megyeszékhely alpolgármestere arra kéri a szépkorúakat, hogy időben és pontosan regisztráljanak. Több okból született ez a döntés, hogy most kell regisztrálni erre a dologra, mert mindenki előtt ismeretes gyakorló vásárlók vagyunk, hogy az árak rohamosan emelkednek. És ha most be tudjuk fagyasztani az árakat, akkor azért én szerintem bőségesebb csomagot tudnak összeállítani azok a szervezők, akik erre felkérést kapnak. Az árak figyelembevételével az eddigi 2000 forintos csomagárat most 4000 forintra emelték meg. Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy ha most szerzik be az árut, akkor valószínűleg tartalmasabb csomagot tudnak összeállítani ebből az összegből, mintha várnának még november végéig. Tartós élelmiszerek lesznek a csomagba, és valamennyi édesség is az ünnepre való tekintettel, de hát én úgy érzem és úgy látom, hogy azért itt a tartós élelmiszereknek az arányának kell jóval nagyobbnak lenni, és hát természetesen egy-két apróság, édesség is belekerülhet a csomagba. Szekszárdon mintegy 8-9 ezer fő lenne jogosult erre a támogatásra, tavaly 5500-an használták ki ezt a lehetőséget. Regisztrálni október 14-ig a 74-es körzet 999-333-as telefonszámon, vagy a szépkor@szexart.hu e-mail címen lehet. Kiterjesztenék a 25 év alatti fiatalok adókedvezményét. Orbán Viktor a parlamentben beszélte a kormány újabb családpolitikai lépéséről, amely szerint azok az édesanyák, akik 30 éves kor előtt gyermeket vállalnak, további 5 évig részesülhetnének a fiatalok adómentességében. A gyermekek után járó állami támogatásokat is növelné, ha a kormány kiterjesztené a fiatalok adómentességét. A 2022. januárjától elérhető 25 év alatti fiatalokat érintő személyi jövedelemadómentesség most is hatással van a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra is. A fiatal kismamák most is adómentesen jutnak ezekhez. A maximális folyósított összeg esetén havi 42 ezer forint személyi jövedelemadót vonnak le ebből a támogatásból, ezzel növekszik a készhez kapott pénz, ha jogosult 25 év alatti. A Központi Statisztikai Hivatal október 1-e és november 28-a között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban október 1-e és 16-a között a lakosok interneten tölthetik ki a kérdőíveket, ezt követően számláló biztosok keresik fel a háztartásokat. Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21-e és 28-a között a települési jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Legyen gyanús, ha például csak a személyes adatokra, anyagi helyzetre, netán a bankszámla adatokra kérdeznek rá, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ebben az esetben ne mentse el a megadott információkat, ne küldje azokat sehová. Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon. A hagyományokhoz hűen idén is diákműsorral emlékeztek meg az 1848-ban kitört forradalom leverésének napjáról Szekszárdon. A helyi Béla király téren több százan rótták le tiszteletüket a hősök előtt. 1300 katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fels alá. A helyi Garai János általános iskola diákjai a Magyar Nemzetőrség Tolna megyei szervezetével és a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve adtak emlékműsort a szekszárdi Béla király téren a 13 aradi vértanú kivégzésének 173. évfordulója alkalmával.
A diákok felidézték a Magyar Honvédség reménytelen, de hősies küzdelmét a jól fegyverkezett és jelentős túlelőben lévő császári csapatok ellen. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. A megemlékezés során Gyurkovics János a város alpolgármestere kötött gyászszalagot az emlékezés zászlódjára. Koszorúzás követte a diákok emlékműsorát. A város és a megye vezetői mellett a helyi intézmények, a civil szervezetek, az oktatási intézmények, az önkormányzat politikai frakcióinak képviselői és a diákok is leadták tiszteletüket az aradi hősök emléke előtt. A birodalmi törekvések a magyarok szabadságvágyát Arad óta is veszélyesnek ítélik, akkor is, ha éppen a rendért és a békéért szólalnak fel, jelentette ki Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott az október 6-ai nemzeti gyásznapon tartott megemlékezésen. Az államtitkár beszédében felidézte a szabadságharc utáni megtorlásokat, rámutatva a birodalom a szabadságharcosokat a rend és a béke ellenségének tekintette. Gyertyákkal, koszorúkkal emlékeztek meg a nemzeti gyásznapról Tolna megyeszerte. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. A vérontás 173. évfordulójára Bonyhádon és Tolnán is megemlékeztek. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. A szózat soraival kezdte meg ünnepi beszédét Herczig Lászlóné önkormányzati képviselő az október 6-ai megemlékezésen Tolnán. A hagyományokhoz híven idén is a Szent István Parkban felállított emlékműnél tartották meg a nemzeti gyásznapot. 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, az első független magyar kormányminiszterelnökét Budapesten főbelőtték. Ugyanezen a napon Aradon 9 vértanút a megalázó kötél által, 4 mártírt pedig golyó által végeztek ki. A képviselő beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a magyar emlékezet sok-sok emberöltön keresztül megőrzi, nem engedi eltűnni mártírjai csodálatra méltó cselekedeteit. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. Bonyhádon minden évben fáklyás futással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra, ezúttal egy rövid műsort követően Gábor Zsolt muzeológus mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy október 6-án meg kell emlékezni az aradi vértanúkról, illetve azokról az egyházi és világi személyekről, jegyzőkről is, akik szintén a megtorlás áldozatai voltak. Milyen a sorskereke? Az uralkodó ugye el fogja majd veszíteni később a saját édesfiát, Rudolfot, el fogja veszíteni a feleségét, Sziszit, el fogja veszíteni az unokatestvérét, Miksát, akit még Mexikóba végeznek, ugyanilyen a kivégző osztag előtt fog meghalni, amilyen kivégző osztag előtt Batthyány Lajost kivégezték. A megemlékezés zárásaként a város és intézmény vezetők, valamint a település egyesületei koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket. Kelendő lett a hatósági áras tüzelő. Az állami tűzifa programban az utóbbi hetekben több tízezren jelezték, hogy vásárolnának a maximált áru termékekből, ami az ország szinte összes erdészetében igényelhető. Fontos azonban tudni, hogy háztartásonként legfeljebb 10 köbméter az igénybe vehető mennyiség. A kemény lombos tűzifa köbmétere bruttó 30 ezer forint, a lombos és a fenyő pedig bruttó 19 ezer forintért vehető meg. A Nemzeti Vágta Kincsen Plusz fogatvágta döntőjében 4-en álltak rajthoz, és volt, aki Tolna megyét képviselte. A Döbröközhöz közeli sütvénypusztai ménesből származó kisbéri félvéreivel a dombóvári Tiger Endre és unokája diadalmaskodott a mezőnyön, ezzel megvédve elsőségüket a fogatok versenyében. Tiger Ede azt a kocsit mutatja, melyen részt vett a Nemzeti Vágta Kincsen Plusz fogatvágtáján. A Döbröközhöz közeli sütvénypusztai ménesből származó kisbéri félvérrel, Forrás Forellel és Forrás Frotonnal álltak rajthoz. A hajtó 2010-ben először felvezetőként, majd 2012-ben már versenyzőként vett részt a neves versenyen. Mondjuk mi megkezdjük már is februárban körülbelül. 3 lóval készülünk, mert igen egy tartalékla is hozzá. Tudni kell, hogy a feleségem állatorvos, és hát mondjuk nem úgy készülünk, hogy
zapot adunk a lovaknak egy kicsivel többet, és akkor nekivágunk, hanem hát azért nagyon komoly laborvizsgálatok vannak szinte havonta, a vérvételek, elemezi a feleségem, hogy mi hiányzik a lónak, milyen vitaminokat kell neki adni. A hajtónak unokája ifjabb Tiged Endre volt segítségére. A fogatvágtáron heti ötszöri befogással edzenek, azzal a speciális kocsival, amivel a versenyen is elindult a páros. De 200 kilós egy ilyen kis maraton sportkocsi, amivel a gyors munkákat végezzük. Nagyon biztonságos, fékrendszere van, szóval ezzel gyakorlunk. A megfontolt, jól összerakott felkészítési munka a negyedik elsőséget is meghozta a Tolna megyei hajtónak, a Nemzeti Vágta Kincsen Plusz fogatvágtáján. Az előző héten országszerte 13.765 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.107.907-re nőtt a beazonosított betegek száma. Meghalt a múlt héten 73, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47.576-ra emelkedett. Jelenleg 1.752 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 45.682 fertőzöttet regisztráltak a járvány kezdete óta. Az európai energiafüggetlenség mielőbbi megvalósítása, a béke, Európa és a nyugati szövetségi rendszerek közösségi erejének megőrzése a cél, mondta Novák Katalin köztársasági elnök. Úgy fogalmazott, kiállnunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborús bűnösöknek nemzetközi büntetőbíróság előtt kell felelniük a tetteikért, a háborúnak pedig minél előbb véget kell vetni. Novák Katalin kiemelte, elítélnek minden olyan tevékenységet, amely az Európai Unió bármely tagállamának infrastruktúráját, kiváltképp az energetikai hálózatát veszélyezteti, annak tudatos megrongálására vagy szabotálására irányul. Saját jelöltet indít a Mi Hazánk a szekszárdi időközi választáson. Babos Attila pénteken mutatkozott be a sajtónak. Szabó Balázs, a párt országos sajtófelelőse azt mondja, az indulásukkal valós alternatívát kínálnak mind a baloldallal, mind a kormánypártokkal szemben a szavazók részére. A tanárvégzettségű katonaként dolgozó jelölt azt mondja, mindenképp szeretné fejleszteni a Kápolna és a Körösi Csoma utcáknál található játszótereket. Ezek mellett lobbizna a választókerület útjainak és járdáinak felújításáért is. A választókerületben ugye kifejezetten nekem például a Bocskai utca, ami tehát katasztrofális állapotban van véleményem szerint. Tehát ezeket a problémákat mind szeretnénk megoldani. Szekszárd többet érdemel, a helyieknek pedig meg kell adni a lehetőséget, hogy új utat választhassanak. Ezért indította a Mi Hazánk saját jelöltet Szekszárdon. Ezt mondja a párt országos sajtófelelőse. Fogalmazhatunk úgy, hogy az egyetlen egy tiszta erő az a Mi Hazánk jelen pillanatban, és Lászlót tiszta szívvel merem ajánlani a szekszárdiaknak, lokálpatrióta, tőzsgyökeres szekszárdi, tisztességes, becsületes, tanult ember, aki felkészültségével igenis tud segíteni a városon. A Mi Hazánk mellett a Fidesz-KDNP és az EN Szekszárd indít jelöltet a november 13-ai választáson. Regionális híreink következnek. Leállt a szemétszállítás Pécsen, sztrájkoltak a kukások, béremelést akarnak. Megkezdődött a népszámlálás, fontos a nemzetiségi hovatartozás megvallása. Pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás, ittosan balesetezett a férfi elektromos kerékpárral. Sztrájkba kezdtek csütörtök hajnalban a pécsi szemétszállításban dolgozók. 91-en nem indultak el cégük telephelyéről, hogy elvégezzék munkájukat. Alacsony bérük miatt döntöttek a tiltakozás mellett. Követelésük szerint 80%-os béremelést akarnak elérni, amit a baloldali városvezetés túlzónak tart. A polgári oldal szerint ezt az igényt ki lehetne elégíteni, ha nem a haveroknak juttatná a pénzt a városvezetés. A pécsi szemétszállítás is leállt. Ezt a telefonos videót osztották meg a hulladékszállítók a csütörtök hajnalban indult sztrájkról. Béremelést akarnak a dolgozók, ezért nem vették fel a munkát. Délután 2-kor pedig a polgármester is találkozott a sztrájkolókkal, akik átadták követelésüket az Eperfás utcai telephelyen. Előtte a városvezető baloldal közleményt adott ki, amiben elítélik a sztrájkot, sokalják a 80%-os béremelési igényt, és a kormányt hibáztatják. Erről a közleményről, illetve a helyzetről beszélt az ÖPE politikusa a stábunknak. Péterfi Attiláik folyamatosan a kormányra mutogatnak, mindeközben itt ők maguk
A hatalomra kerülésük óta szinte két kézzel szórják a pénzt barátoknak, haveroknak, megemelt cégvezetői fizetéseknek, új biztosok, tanácsnokok számára, és amit ő sokkal, hogy 80%-ot követelnek a hulladékszállítás területén dolgozók, azt ő maga olykor még jelentősen túl is haladta, mikor lecserélte az adott cégvezetőt, sokszor még 100-200%-os emelést is adott az ő hozzá közel álló Holdudvarban dolgozóknak. Perényi Zoltán szerint a baloldali városvezetés felelőtlen magatartása juttatta kilátástalan helyzetbe az önkormányzati cégeknél dolgozókat. Most éppen a hulladékszállításban dolgozók sztrájkolnak, de más területen is elégedetlenek, mondja a politikus. Szerinte kigazdálkodható a tiltakozók béremelési igénye. A 350-et szeretnének, ez éves szinten annak a 90-100 embernek bőven abban az adminisztratív költségben, ha csak az ő általuk visszarendeződnének a 19-es állapotra, cégvezetőkben, bérekben, stb. Ennek fedezete, most ez erősen becslés, de bőven meg lehet, hiszen az összeg, amivel a pécsieknek többe kerül Péterfi Attiláék városi adminisztrációja, az már bőven a 500 milliárdot meghaladja évente. Csütörtök hajnalban 91 dolgozó tagadta meg a munkát a hulladékszállítási cégnél. Információink szerint pénteken 2 órakor újra tárgyalnak majd a követelésekről a felek. Pestiek elkezdték, pécsiek folytatják. Közben helyreállt a szolgáltatás, pénteken újraindult a szemétszállítás Pécsen, azonban a tárgyalások folytatódnak. Információink szerint a dolgozók 15 napot adtak a megegyezésre, ha addig nem születik megállapodás, újra munkabeszüntetés jöhet a pécsi szemétszállításban. Elkezdődött a népszámlálás Magyarországon. A kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni, ezután számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online a kérdőív. A kisebbségi önkormányzatok kérik a lakosságot, hogy válaszoljanak a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre, hiszen a népszámlálás az egyedüli adatforrás hazánk nemzetiségi összetételének megismeréséhez. A 10 évente esedékes népszámlálás, melyet tavaly a koronavírus járvány miatt elhalasztottak erre az évre, pillanatképet ad az országról, bemutatja, milyenek a magyarok, például, hogy milyen viszonyok között élnek, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk. A népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak, mert ezek az adatok képezik a jogalapját, a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint a kisebbségi önkormányzatok megalakulásának, és nagymértékben segítik azok munkáját. 25-en kell, hogy vallják magukat egy adott nemzetiségéhez tartozónak, akkor azon a településen kiírják a következő 10 évben, ez legalább 2 választás jelent, ha jól számolok, a nemzetiségi önkormányzati választásokat. Sajnos az előző 10 évben nálunk is voltak olyan települések, ahol nem volt ez a létszám, meg ez inkább sajnos a kisebb településeken érvényesett. Pécset gondolom meg lesz 25 fő. És hát ez ezért fontos, hogy ez meglegyen. Ha nem lesz meg ez a szám, a népszámláltak száma, akkor nem írják ki a választásokat, nem lesz nemzetiségi önkormányzat, nem lesz az ezzel járó kulturális támogatások, kulturális rendezvények, oktatás, és ezt sorolhatnám. Tehát ez egy katasztrófa egy nemzetiség számára, és látjuk az elmúlt 10 évben, mondom, tudnék 1-2-3-4 falvat sorolni, ahol ez nem lett meg, és ott elsorvat, hogy így mondjam, a nemzetiség élet. A népszavazási kérdőíveket október 16-áig lehet az interneten kitölteni, ezután számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, melyekből nem érkezett be online a kérdőív. Pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a szigetvári járási ügyészség egy férfival szemben. A vádlott ugyanis ittos állapotban közlekedett egy elektromos kerékpárral. A férfi nekiütközött egy betonszegélynek, elesett és koponyazúzódást szenvedett. Bár vezetői engedélye nincs, mivel közúton közlekedett, ezért kötelezően ki kell szabni a járművezetéstől eltiltást. A szigetvári járási ügyészség vádat emelt egy elektromos kerékpárját vezető férfival szemben. Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette. A felvételen jól látszik, amint a vádlott kerékpárral közlekedik, majd egy ütközés miatt elesik. A férfi ezután mozdulatlanul fekszik a földön, majd néhány másodperccel később ketten is a segítségére sietnek. A vádemelésre azért volt szükség, mert a biciklis ittas állapotban közlekedett.
A vádirat szerint a férfi 2022-ben egy nyári napon a késő esti órákban alkoholfogyasztást követően vezette elektromos kerékpárját Szentlőrincen. Az úttesten haladt a kerékpárral, amikor nekiütközött a betonszegélynek és elesett. Koponyazúzódás szenvedett, ez a sérülés 8 napon belül gyógyult. A férfi közepes fokban volt ittas. Cselekménye ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. A szigetvári járási ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást szabjon ki. Bár a férfi jogosítvánnyal nem rendelkezik, és ez az elektromos kerékpárhoz nem is szükséges, a szabályok értelmében akkor is ki kell szabni a járművezetést. Vezetéstől eltiltást, ha a cselekményt nem vezetői engedélyhez kötött járművel követték el. Évről évre egyre több látogatót vonza a Fonyódi kriptavilla. A Balaton egyik legpazarabb panorámáját kínáló épület falai egy megható történetről mesélnek. Abrudbányai Rédiger Ödön 1910-ben ifjú gyógyszerész volt, amikor beleszeretett egy Magdus nevű lányba. Már az esküvőt tervezték, amikor a menyasszony hirtelen meghalt. A fiatalember később a Fonyódi Sipos dombon állított emléket elhunyt szerelmének. A kriptavilla épületében található ez a hely az alaksorban, ahol egy nászágy helyezkedik el mögöttünk, amely hirdeti az örök szerelmet méghozzá Ödönnek, aki egy kolozsvári patikus, és Magdusnak, aki egy fiatal lány, akit ott ismert meg, a szerelmét, ami sajnos nem tud beteljesedni, mert hogy a lány 3 héttel a házasság előtt meghalt. Így aztán Ödönnek nem maradt más, mint a gyász, ami egész élete végig eltartott, és fejbe vette, hogy egy olyan emléket emel az ő Magdusának, ami örökké tart. Ödön azt tervezte, hogy a villa családtagjai számára is végső nyughelyet jelent majd, ám ez végül sosem valósult meg. A két ajtó mögött helyezkedtek volna azok a sitáló kamrák, ahol Ödön családtagjainak szeretett volna egy ilyen végső nyughelyet biztosítani, azonban ez a helyzet miatt, miután a cipet államosították, nem jöttet létre, így aztán ügyesen állnak. Belicki Tamástól azt is megkérdeztük számára, mit jelent az, hogy egy ilyen megható, multidéző helyen dolgozhat. Ödönnek a személyiség számomra nagyon-nagyon sokat ad. Sokan azt gondolják róla, hogy őrült, egy olyan ember, aki a családját eltotta egy régi emlék miatt. Azonban számomra a romantikus reneszánsz embernek az igazi mintakép. Egy olyan ember, aki hajlandó volt küzdeni a szerelmét, akkor is, ha szerelme már nem létezett, és egy olyan ember, aki a dolgokat nem csak eldobja és használja, és aztán tovább lép rajta, hanem igenis az emlékezetében tartja, sőt a szívében. Miután az épületet felújították, itt helyezték el az 1986-ban tragikusan elhunyt fiatal szépségkirálynő Molnár Csilla mellszobrát is 2017-ben. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Idén is lesz karácsonyi csomag, október 14-ig regisztrálhatnak a 62 év feletti szexárdiak. A forradalom hősei előtt tisztelektek, Tolna megyeszelte megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc áldozatairól. Nemzeti vágta, több Tolna megyei sikert is hozott a 2022-es esztendő. Szombaton jelentős időjárási eseményektől mentes, októberi átlagnak megfelelő hőmérsékletű idő lesz. Az elmúlt napokhoz képest hangsúlyosabbá válhat a magas szintű fátyolfelhőzet, estére egy gyenge hidegfront éri el az országot, felélénkül a szél. Vasárnap zömmel napos időig érkezik, a hőmérséklet körülbelül 2 fokot esik vissza. Előreláthatólag a jövő hét első felében nyugodt, eseménytelen, frontmentes idő következik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!